Szeretettel köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit, én Mics Marci vagyok, mai vendégem Kaszás László, a Sándorfalvi Zeneiskola igazgatója. Szia Laci, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy ilyen messziről eljöttél hozzánk, hiszen ugye Szeged mellett van Sándorfalva, az nem éppen itt van a szomszédba. Az apropó, ami miatt elhívtalak ide stúdióba, hogy beszélgessünk, hogy most nem tudok pontos számot mondani, de már nagyon régóta évről évre megrendezitek a Sándorfalvi Jazz tábort, vagy könnyű zenei tábort, talán így pontosabban megfogalmazás. Egy kicsit, hogyha visszamennénk a múltra, hogy pontosan mikor indult ez a tábor, és hogy jött az ötlet. Tisztelettel köszöntöm én is a tévénézőket. Gyakorlatilag 12. táborunkat fogjuk megszervezni Sándorfalván. Egy nagyon-nagyon fiatal iskola vezetője vagyok. Gyakorlatilag Sándorfalván a tábor volt a belépője a mi kis kollektívánknak, ugyanis Sándorfalva város mielőtt elhatározta, hogy művészeti iskolát alapít, akkor még önkormányzati fenntartású művészeti iskolát. Úgymond egy felvételi vizsgát tettünk, először is tábort szerveztünk arra a nyárra, és miután kiderült, hogy nagyon-nagyon tehetséges, illetve egy nagyon-nagyon aktív, egy kompetens nevelőtestület került oda, természetesen olyan zenetanárok, kollégák segítségével valósítottuk meg, akik gyakorlatilag már korábbi táborokat is szerveztek, és úgynevezett nem csak a zeneiskolában tanévközben tanítottak, hanem ilyen kurzus jelleggel is oktattak már korábban, és ez volt a belépője tulajdonképpen, miután ez a tábor lebonyolodott, az augusztusi hónapban született meg az iskolánk alapító okirata. Úgyhogy az iskolánk az a 11. tanévét fejezi most éppen, és a 12. könnyűzenei táborra készülünk. Tulajdonképpen ez így, ahogy mondtad, nem is csak könnyű zenei, ez egy összstílusban gondolkodó tábor. Gyakorlatilag valóban jazzt is oktatunk már az elmúlt 4-5 év folyamán, de korábban ugye a fiatalok érdeklődési körét próbáltuk valahogyan kielégíteni, mégpedig ugye a tanévközben tanított klasszikus zene, népzene és egyéb műfajok mellé blues-t kezdtünk oktatni, egy kicsit az elektromos hangszereket emeltük ki, és mindig csatlakoztak hozzánk évente előadók. Ugye a székesfehérvári kötődés az pedig ugye itt jön képbe, hogy ugye Péli Barna ugye a Kodolányi Főiskolán a jazz tanszakán ugye énektanárként tanított, és hát a mi táborainkban is azt hiszem pontosan 5 táborban vett részt, és gyakorlatilag az ő segítségével, mint egy szűrő, mint egy elő szobája a főiskolai tanulmányoknak, az erre hogy mondjam, fogékony és a szakmára tehetséges fiatalokat próbáltuk megszűrni és irányítani ide a Székesfehérvárra, a Kodolányi főiskolára, hiszen hozzánk nagyon sokan jelentkeznek a Vajdaságból. Ezt úgy kell elképzelni, hogy általános iskolás kortól, nyilván középiskolás korig, fiatal felnőtt korig járnak hozzánk zenélni szerető és zenét tanulni vágyó fiatalok, és gyakorlatilag te is tudod, nagyon sok a Vajdaságból és a déli Szeged környékéről nagyon-nagyon sok tanulót segítettünk. És nagyon-nagyon erős a mezőny egyébként most a viccet félretéve, ha most ha a Kodolányi Főiskolából indulunk ki, ugye Zabos Regina, Vulakovics Szonya, most nagyon gyorsan akar, Nagy Lili, igen. Akik nemzetközi versenyeket nyernek, ugye Zabos Regina a Fehérvár hangját nyerte meg, tehát hogy tényleg elképesztő, nem tudom, hogy mi van a levegőben, de hogy nagyon nagy tehetségek jönnek ide Fehérvárra már, aki eljön, és hát
nyilván a táborba is. Ugye Barna mellett a többi kodolány is, tanár is részt vett a táborunkban, ha csak egy kurzus erejéig. Ugye Szendőfi Péter, Romhányi Áron, ők is megjelentek, és hát ugye Mics Gergő is többször tartott már kurzust, és ezek a kurzusok ezek úgy néznek ki, hogy viszonylag rövid idő alatt rengeteg mennyiségű információ megy át a gyerkőcöknek. Az élménypedagógiát próbáljuk egy kicsit beintegrálni ebbe a fajta oktatásba. Ez az egy hét alatt rengeteg mennyiségű adat megy át, és valóban meg is tapad ez a tudás dolog, mivel hogy nagyon, nagyon jó élmények párosulnak. Elég intenzív, tehát reggel 9-től délig, majd délután 2-től 6-ig oktatunk folyamatosan. Folyamatosan órákra vannak ugye a tanulók beosztva, és gyakorlatilag este megkoronázzuk egy-egy közös örömzenéléssel, vagy a közismertebb vendégtanárok adnak egy-egy koncertet, amik egyébként nyilvánosak, tehát mindenkit várunk sok szeretet, és nagyon-nagyon illusztris közegben, vagyis helyszínen történik mindez a Sándor Fabi Palavicsinyi kastély kertjében, udvarában felállított színpadunk, és hát zseniálisan jó hangulatú koncertek vannak. Természetesen az ifjabb a tanulóink, az általános iskolások is ugye a nevelők segítségével jelen lehetnek egy bizonyos ideig, tehát igazán a szervezésben már nagyon-nagyon sokat segítenek a Sándor Fabi Művészeti Suli tanárai is, de mondom, rengeteg segítséget kapunk a külsős, úgymond vendég kollégáktól, és az elmúlt években már a kodolány is hallgatók is megjelentek, nem csak mint tanulni vágyó fiatalok, hanem ők tanársegédként segítették is a munkánkat, úgyhogy idén is Zabos Regina is fog tanítani, korábban is voltak már. Ugye minden évben, évközben rengeteg különböző zenei tábor van itt az országban. Mi az, ami szerinted ott Sándor falván más? Tehát más a koncepció, vagy mi az, ami miatt ajánlani tudnád bárkinek a számára az, hogy elmenjen hozzátok a táborba, hogy az oktatás, a hangulat, vagy ez így együtt, hogy tényleg mi az, ami miatt úgy gondolod, hogy ott Sándor falván más ez az egész közeg, és ez az egész táborozás feeling, mint mondjuk a többi tábor? Így, ahogy mondtad is, az oktatás jellege, mi nem felvételiztetünk. Ez azt jelenti, hogy aki csak önmaga szórakoztatására óhajt zenét tanulni, ő is megtalálja nálunk az ő kis tananyagát, repertoárját, illetve aki egy kicsit komolyabban, magasabb szinten műveli már a zenét, meg a zenélést, ő is szintén. Tehát tulajdonképpen egy ilyen élménypedagógia is közrejátszik, és tulajdonképpen ez nálunk a kollégáknál is úgymond csapatépítésként is van az, hogy egy hétig folyamatosan együtt dolgozunk, ez egy ilyen fantasztikus élmény. És én azt hiszem, hogy a tanulóinkon látom, hogy egyre jobban megszerették, és a tanulóink folyamatosan egész tanévben ezt várják, hogy ezzel zárul a tanév tulajdonképpen június végén. Én azt hiszem, hogy pont az, hogy nem kimondottan jazz tábor vagyunk, tehát foglalkozunk akár rockzenével is, akár musicalekkel, tehát nem egy stíluson belül mozgunk. Túlzás kicsit azt mondani, hogy gyakorlatilag egyénre van szabva a tanrend, és mindenki, tehát a tanárok maximálisan alkalmazkodnak mindenkihez. Ugye említett, aki mondjuk azért megy oda, hogy jazz tanuljon, az megteheti, de aki azért, hogy pop számokat tanuljon, vagy bármilyen más műfajban rock belekóstoljon, ő is megteheti. Tehát hogy ez azért fontos. Így van. Mivel, hogy Szegeden is nézik a Fehérvár TV-t, épp elcsíptem a múltkoriban a beszélgetéseteket Nagy Ádámmal. Nagy Ádám most már teljes állásban tanít nálunk
Sándor falván. A Rói, bocsánat, ugye a Rói és Ádámról, a kedves nézőkedvéért, ugye a Rói és Ádám trióról. Ádámról beszélünk, igen, és hát tulajdonképpen Ádám is egy olyan alkat, egy olyan pedagógus alkat, hogy ő sem kimondottan pedagógusnak készül, de azt hiszem, hogy mindannyian menet közben jöttünk rá, hogy ezzel szeretünk foglalkozni, és hogy ez egy nagyon jól eső érzés. Ádám például hihetetlen, hogy ő az egyik Magyarország egyik legjobb gitárosa, és ő a legkisebb, a legkezdőbb gyerekekkel is olyan türelemmel foglalkozik, egész napokat kinn a fa alatt gitároztak, és iszonyatos sikerélményekkel mentek haza a gyerekek. Ez nagyon fontos, de ugye már előttünk egy-két neved, de akkor tényleg menjünk már végig a kedves néző kedvéért is a tanári karon, a múltból, jelenből is a jövőt. Jövőre nézve is, ugye Vínand Gábor, Mohai Tamás, Péli Barna, Nagy Ádám, Blahó Attila. Hát most inkább szerintem én befejezem, és te folytasd, mert nem szeretnék senkit kihagyni, de hát akik tényleg eszembe jutottak. Tulajdonképpen az idén szintén visszatérő szerencsére felépült egy kicsit hosszasabb betegség után, de még mindig aktívan egy kulcs figurája a mi táborunknak, Matthew Mitchell, aki Új-Zélandról származik, és ott Szeged környékén élt jó sokáig, és ő mint állandó tanárunk volt jelen. Ő egy különleges figura, egy különleges módszerrel, egyébként zseniális jazzgitáros, illetve hát jazz előadó művész, hiszen több hangszeren is játszik. Igen, főhangszer a gitár, de azért azt is elmondhatjuk, hogy nem kisebb nevekkel játszik együtt, mint Olá Kálmán, például Szakcs Robi, vagy itt most sorolhatnám a legnagyobb neveket ugye a jazzből, tehát tényleg egy hihetetlen, minden tudásnak mondhatjuk, hogy abszolút világszínvonalú gitározás, és ahogy említetted, több hangszeren is játszik, zenekari gyakorlatokat tart, és egy nagyon-nagyon jó pedagógus. Mindig szokott mesélni róla, hogy volt már alkalma együtt zenélni, például Scofield-dal, illetve élő legendákkal, Jack de Jonettel játszott többek között, úgyhogy fantasztikus sztori mennyiség is van a gyerekek irányába, és amellett, hogy a jazz nagyon-nagyon érthetően magyarázza a gyerekeknek, és szeretteti meg a gyerekekkel a jazz, talán ő az egyik, a Blahó Attila kollégám mellett, akik hatására a diákjaink évközben, tanévközben, tulajdonképpen a táborban megfertőztük a gyerekeket, és tanévközben pedig folytatják ezt, és egyre többen mozdulnak gyakorlatilag a pályára, a jazz előadó művész vagy jazz tanári pályára. Matthew Mitchell egyébként ő fogja össze az egész tábort, ez azt jelenti, hogy 80-100 tanulót, minden hangszerest és egy óriási zenekart kovácsol belőlük, és humorral fűszerezve, végig jó kedvel, zseniális produkciókat, záró produkciókat szoktak csinálni. Idén Hajdú Klára is részt vesz majd a táborunkba, ő még nem járt nálunk, de az ő munkáját azt... Hát ugye őt se kell szerintem a kedves nézőknek bemutatni, ugye a Hajdú Klára kvártet volt különböző tehetségkutatókban énektanászol, ő is egy nagyon nagy név a szakmába fiatalkora ellenére. Ő is Szeged környékéről származik, és nagy szeretettel jön arra, mi felénk, Szegedre. És ugye, bocsánat, még egy pillanat, hogy említetted ugye azt is, hogy szoktak este lenni koncertek. Ugye én másodszorra, sőt, harmadszorra látogatok el hozzátok a nyár folyamán, és én emlékszem, hogy minden nap, tehát United koncert, a Romhányi Áron, a Szendőfi Peti, a Loop Doctors. Hát most nem tudom, majd te folytatod ismételten a sorát, de hogy tényleg, hogy azért ez se egy kis dolog, hogy ingyenesen a fiatalok ilyen koncerteket nézhetnek meg minden este, és nem akármilyen környezet. Igen, ez is azt bizonyítja, hogy a közismert zenészek között is, hál' Istennek, sokan akadnak olyanok, akiknek szívügyük az utánpótlás, és hogy átadhassák a tudásukat a gyerekeknek, és zseniális pedagógiai érzékkel ellátott jazz és könnyű zenei élvonalunk van ma Magyarországon, úgyhogy nagyon-nagyon jó, nagyon pozitív hangulat van ez az egy hét alatt. Gyakorlatilag, ha csak vissza, azért puskázom, mert maga az esti programok, ezek nem olyan régen lettek kész, tehát igazándiból leegyeztetésre került. De
Meg fog bennünket látogatni idén Radics Gigi is az első napon, sőt, ugye ilyenkor az szokott lenni, hogy azok a kollégák, akik nem tudnak egész héten ott lenni, és ugye hétfőtől egész vasárnapig követni a gyerekek munkáját, ők általában tartanak egy kurzust, beszélgetnek a gyerekekkel, elmesélik a életútjukat, a pályával kapcsolatos dolgokat, illetve hát nyilván, hogy fel is lépnek a kollégáinkból verbuválódott zenekarokban, és hát ezek ilyen nagyon jó hangulatú kis estek szoktak lenni. Nagy Ádám természetesen ő is fog zenélni is, tehát a gitár tudását is meg fogja mutatni, illetve a Szegeden méltán népszerű Volvox együttes fog majd a Gál Csaba Bugival egy jó kis 70-es, 80-as évekbeli retro funkit élőben zenélni. Nagyon-nagyon szeretjük őket, ilyenkor a gyerekek táncra is perdülnek, tehát ez teljesen jó buli, illetve hát, mint ahogy említettük is, Varga Ágota, aki tavaly végzett a Kodolányin, itt Székesfehérváron is, és Zabos Regina is fognak majd énekelni. Kollégánk Haraszti Ádám, aki egyébként Londonban tanult ütőhangszeresként, elhozza a saját zenekarát. És lesz még érdekesség, Neumann Balázs billentyűs, ő gyakorlatilag egy bemutatót fog tartani, hangszer bemutatót. A Yamahának endozere. Igen, és Yamaha hangszerek, illetve hát stílusokat fog billentyűsként majd a gyerkőcöknek bemutatni. Egy kicsit, hogyha abba 7-8 perc, ami még marad, hogyha tényleg kicsit ráfókuszálnánk a részletekre. Első körben arról, hogy az étkeztetés hogy van, a szállás hol van biztosítva, tehát hogy hogyan néz ki gyakorlatilag egy nap, és hogy ez hogy van megoldva. Helyben, az általános iskolában történik, ugye az oktatás Sándorfalvi általános iskolával mi közös épületet használunk, a zeneiskola, és gyakorlatilag tanteremben alszanak, és nagyon-nagyon, tehát az iskolának van egy teljesen új szárnya, 2011-ben adták át, és ott megoldott a tisztálkodás és egyéb dolog, és gyakorlatilag az étkeztetés pedig ott Sándorfalván egy helyi szolgáltatónál történik. Nem, zándékosan nem hozatjuk oda az ebédet, mert annyi mozgás viszont szükségeltetik a gyerkőcöknek, mert ez nem egy anaerob sport. Sok hang után igen, egy kis levezetés. Igen. Nagyon-nagyon szeretik a gyerkőcök, szóval nagyon sok visszajáró emberkénk van, és ezt úgy kell elképzelni, hogy Debrecentől, Győrig, Budapestről is nagyon sokan jönnek hozzánk, és a Vajdaságból. Tehát idén vártuk még a német testvériskolánkat Hannover városra a zeneiskolán, csak hát ugye ütközés van, hiszen náluk tovább tart az oktatás, és ez a június vége, ez még szerintem beleesik. A szülőket is meg tudjuk nyugtatni, hogy egyrészt gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy Sándorfalván nincs távolság. Tehát ahol a koncertek vannak, ahol a szállás van, ahol az ebédet, étkeztetés van, az egymástól gyakorlatilag 2-3 perc persze, séta, abszolút. És nagyon-nagyon biztonságos hely Sándorfalva. Tehát nem arról van szó, hogy egy nagyvárosra bemennek a gyerekek, és szélnek ereszti őket mindenki, hanem egyrészt van felügyelő tanár, azért diákok is tényleg mindig figyelnek egymásra, a kisebbekre, és hogy nagyon biztonságos, nyugodt környezetben vannak a gyerekek, és ez nagyon fontos azért szerintem. És nagyon-nagyon fontos az is, hogy a pedagógusaink, akik nem csak szakmailag jók, például a zongoratanárnénik, ők ilyen igazi tyúkanyó típusú tanárnéni. Ilyen táborban mindig kell egy. És nagyon-nagyon nagy szeretettel kezelik a gyerekeket, és foglalkoznak az összes problémájukkal. Hát, egy nagyon-nagyon jó hangulatú dolog ez. Én szerintem ezért is tudott fennmaradni, mert nagyon sokszor voltak már, építkezés volt már az iskolában, és mindig megoldottuk valahogyan, és szülői invitálásra, mert azok a gyerkőcök, akik jártak ott, annyira szeretik ezt a helyet, hogy gyakorlatilag volt olyan évünk, amikor a szülők jöttek be, hogy ezért valahogy csak csináljuk meg, mert nagyon várják. Igen, ezt nem csodálom. Így a műsor vége felé, hogyha akkor tényleg azt részleteiben átbeszélnék, hogy pontosan hol lehet jelentkezni, mikor lesz a tábor, mettől, meddig tart, hány éves kortól lehet jelentkezni, hány éves kerül, hogy tényleg pontosan a kedves nézők közül mindenki
Gyakorlatilag általános iskoláskortól már én azt hiszem, hogy az eddig jelentkező gyerekek között több 7 évesünk is van, tehát az ő tananyaguk is, illetve a tanár anyag is készen áll és várja a jelentkezőket. Gyakorlatilag az iskolánknak a honlapján, ami stamisuli.hu címen elérhető, ott lehet letölteni a jelentkezési lapot, és e-mailben lehet jelentkezni. Gyakorlatilag, illetve telefonon is adunk bármiféle információt ezzel kapcsolatban. Mindenkit várunk sok szeretettel, és én azt hiszem, hogy ha csak arra járnak a fehérváriak, és esténként bejönnek a koncertjeinkre, mindenkit várunk sok szeretettel. Hát igen, én úgy érzem, hogy mindenféleképpen megéri elmenni, azért most már Sándorfalva ugye ott van Szeged mellett, gyakorlatilag 5 perc, nem távolság, és tényleg olyan szakmailag megkérdőjelezhetetlen tanári karban minden nap nagyon jó koncertek, biztonságban vannak a gyerekek, meg az egész közeg, tehát olyan családias a hangulat, és amiről még az elején beszéltünk, hogy gyakorlatilag tényleg egyénre vannak szabva a tematikák, hogy én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben is mindenféleképpen egyedi ez a Sándorfalvi távol. Igen, tulajdonképpen még a program kapcsán merült fel, hogy van egy-két közismert diákunk is már a nagyon fiatal koruk ellenére. Zongorista növendékünk Tabatabai Nejat Flóra, aki ugye egyéb közszolgálati televízió és egyéb helyen már volt hallható különböző műsorokban. Lassan kezd kiöregedni. 13. életévét már betöltötte, és fantasztikus énekes, nagyon nagy szorgalommal és nagyon-nagyon sok alázattal. Farkas Zsolttal lesz egy közös koncertje. Őt azt hiszem, hogy biztos mindenki ismeri, igen, és tehetségkutatóban benne is, volt. Ő is az énekiskolájában volt, igen. Ha jól tudom, úgyhogy szombaton lesz egy közös koncertjük, amit a iskolánk tanulóiból álló zenekar, a Dodd Jam együttes és a Florist együttes fog kísérni. Hát ők is most már középiskolások, és hát ugye az ország minden pontján megfordulnak, koncerteznek. A múltkor éppen vendégük voltál, igen. Szegeden. És nagyon-nagyon-nagyon tényleg fantasztikusan zenélnek most már a gyerkőcök, úgyhogy, és vasárnap az utolsó napon, azaz július 1-én pedig az egy hét alatt megtanultakat fogjuk bemutatni, délután 3 órakor. Ez egy maratoni koncert, este 7:30-ig el szokott tartani, de érdekes módon mindig megvárja mindenki a végét. Hát egyrészt nagyon élvezhető, másrészt pedig tényleg festői a környezet, minőségi produkciók, ahol ez meg van rendezve. Igen. Laci, nagyon szépen megköszönöm, hogy ilyen messziről eljöttél ide hozzánk. És a kedves nézők figyelmében pedig még egyszer hadd ajánlom a Sándorfalvi tábort. Mindenkit arra biztatok, hogy jelentkezzen kortól függetlenül. Én nagyon szépen megköszönöm minden kedves nézőnek a figyelmet. További szép estét és jó tévézést kívánok mindenkinek.